napot kívánok, szervusztok! Van beépített a cím az nem pontosan az, amit az elnök úr mondott, és természetesen ilyen címet én nem tudok kitalálni, úgyhogy köszönöm szépen a címet. És mindig nagyon élvezem azt, hogy miről is kell majd beszélni, úgyhogy természetesen ez egy remek cím. És induljunk is el. Szerintem először azt kéne tisztázni, vagyis akkor menjünk vissza, hogy még egyszer mindenki olvashassa a címet. Tehát a műemlék helyreállítási gyakorlatról van szó. Ha nem tisztázzuk azt, hogy mit értünk műemlék alatt, akkor ez az egész dolog nem lesz teljesen világos. Szóval mi is a műemlék, és mi volt a célja egy-egy ház műemléké nyilvánításának? Voltak éppen erről nem nagyon kéne beszélni, mert hát ezzel foglalkozunk, műemlékek vannak és kész. Nyilván ilyenkor legjobb előszedni az örökségvédelmi törvényt, és hogy az országgyűlés nem írtam ide a pontok helyére, tehát hogy felismerő, hogy a kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti és az egyetemes kultúra elválaszthatatlan összetevője. Ezért védetté nyilvánítanak épületeket. Na most, hogyha ezt a három sort komolyan venné ez az ország, akkor lenne például műemlékvédelem, és nem is műemlékeket védenénk, hanem öregházakat védenénk. Ugyanebből az anyagból jöjjön egy másik részlet, tehát a törvényből a műemléket, a műemléki értékéhez, jellegéhez, történelmi jelentőségéhez méltóan a védett értékek veszélyeztetését kizáró módon kell használni, illetve hasznosítani. Én úgy gondolom, hogy ha ez van a törvényben, akkor ezt számon lehet megkérni. Ami ebben az országban folyik, annak nincs köze igazából nagyon a felső három sorhoz, az alsóhoz meg pláne. De álljon itt még egy vastagon szedett is. A műemlékek használata és funkcióváltása során a műemléki értéket nem veszélyeztető, fenntartható használatnak és gazdasági fenntarthatóságnak van helye, mondja a törvény. Vagyis tök jó. De a valóság nem ezt mutatja. Én magam már régóta azt mondom, hogy műemlékkel foglalkozni ez egy magánügy. Az, hogy ez a Tamás, az a Tamás, vagy ez a Tamás, ha már most itt Tamások vannak, hogyan gondolkodnak a műemlékekről, igazából nincsen jelentősége, nincsen súlya, mert egyéni döntések fognak születni, amiket rendkívül módon befolyásol majd például az az országgyűlés, vagy az országgyűlés tagjai, akik döntési helyzetben vannak, és a döntéseiknél a saját törvényüket nem veszik figyelembe. Na most vegyük sorra, hogy a műemlékek, szóval hogy milyen fajta házak vesznek minket körül, és miből lesz műemlék. Nyilvánvaló, hogy az országház az egy elvitathatatlan műemlék, és hogy az országház ránézésre pontos olyan, mint amikor megépült. Tudjuk jól, hogy a teljes kőanyag kicserélődött, mert hogy nem volt alkalmas az a sóskuti kő arra, amire Strendl megtervezte. Tehát, hogy igazából ez az országház sokkal közelebb áll mondjuk egy japán épülethez, ahol simán lehet bármit cserélni, és attól még ugyanaz marad. Az országháznak a karaktere is megváltozott, hogy persze, hogyha valaki nem ilyen esti fotón, saját felvételem csak ez. Tehát, hogyha közelről nézi, akkor nem azt az országházat látja, ami valamikor volt, de ettől még ez egy csodálatos, ismert, országos, sőt a hazánkon túl jelentőséggel is bíró épület. Aztán vannak másfajta házak. Az egyik kedvencemet vetítem, amik ismeretlen épületek, a mellette levő, akkor még felújítatlan Makovec ház híresebb, mint maga ez az épület. Szerintem zseniális architektúra 30-as évekből, gondolom én. Fogalmam sincs, hogy kitervezte, pedig nagyon megpróbáltam utána nézni, még Stirlingnek sem jutottam a nyomára nagyon.
azt tudom, hogy elég dicstelen helyszínnek adott helyet itt 44-ben, de ezt most hagyjuk is. Szóval vannak olyan házak, amik tele vannak értékekkel, és nem kerülnek műemléki védelem alá, miközben nyilvánvaló, hogy ezt megérdemelnék. Ugye műemléki védelemre akkor van szükség szerintem, hogyha tényleg egy társadalom úgy gondolja, hogy szükség van arra, hogy a következő korosztályok számára fel tudja mutatni, hogy az ő és a korábbi korosztályok milyen épített, nem tudom, örökséget hagytak rájuk. Hogyha erre van igény, akkor erre törvény se kéne, hogyha ez egy ilyen elemi vágy lenne az emberekben, de nem az. És ezért a műemléki védelemnek az egyre gyöngölő ereje és a nem védett épületek között kezd a határ elmosódni. Gyakorlatilag például ezt a házat azóta már felújították, és volt itt a lépcsőn nagyon komoly piros-fehér-zöld zászló átvágás különböző ollókkal, és már nem pont így néz ki, mint ez. És azt is látjuk, hogy itt a 60-as években volt egy igényes kéményprogram, ami kapcsán azért már elindult az átalakítása. És akkor van a harmadik réteg, ami névtelen házak, névtelen helyen, azért ide nem is írtam, hogy hol van, már lakatlanok is, nyilvánvaló, hogy hordoznak értékeket, és nyilvánvaló, hogy az enyészetté válnak rövidesen. Tehát, hogy ez az ív elég durván mutatja azt, hogy az érték az önmagában kevés ahhoz, hogy fennmaradjon. És akkor most jön a feladatom, hogy ezekről a házakról, és ezek közül inkább a műemlékekről mondjam is meg, hogy a funkció és a hitelesség az hogyan viszonyul egymáshoz. Legyen az első, egy ilyen nyári mélységű előadás lesz előre, bocsátom, hogy a hitelesség és a funkció hogyan függ össze. Nézzük először az első pontnál az ember és az emberiség igényei hogyan szólnak bele ezeknek a házaknak az életébe. Ha már az országgyűlésről vetítettem, épületéről vetítettem képet, akkor legyen itt egy alaprajz is, ami azt a fajta hihetetlen bölcs önmérsékletet mutatja, hogy az az ország, ami valamikor jókora volt, és volt alsó és felső háza, az úgy tudja használni ma az országház épületét, hogy nem kellett mondjuk például a felsőház részt átalakítani valamivé, hanem hogy az megmaradt. Tehát, hogy éppen a parlament épülete az, amelyik azt mutatja fel példaként, hogy az, hogy változik funkcionálisan egy épület, az nem kellene azt jelentse automatikusan, hogy szétszedik ripityára. Egy saját példa arról, hogy az ember igényei hogyan változnak, ez a 250 éves kvártéháznak azért ezt a képét választottam, most már nem pont így néz ki szerencsére, mert hogy egy időben itt egy koporsó üzem működött, és bevezették a villanyt. Hát persze, hogy bevezették a villanyt, hát az embernek változnak az igényei, szükség van világításra. Igen ám, de hogyha mondjuk maradjunk a baroknál, hogyha egy olyan barokk épületet szeretnénk felmutatni ma, amelyikben nincs villanyvilágítás, akkor hányat tudnánk felsorolni, amit használnak is az emberek? Hát nem nagyon tudnánk, hát értsem meg, mondhatnám magamnak, hogy szükség van a villanyvilágítását, az ember élni akar, hogy jogos ez a dolog, hogy bevezetik a villanyt. Mi itt most arra teszünk kísérletet, hogy nem vezetjük be a villanyt, sőt, még ezt is természetesen kiszedjük majd, és kitaláljuk azt a módot, hogy hogyan lehessen mondjuk sötétben használni. De ha már itt vagyunk, akkor ugye megvan a megoldás erre, hát hogy meg kell venni a barokk mintás keretet a kapcsolóhoz, és akkor mindjárt helyre kerül a dolog.
Vagy hát mondhatjuk azt, hogy hát fűteni is kell, és hogyha a fűtőtest az nem tekinthető szépnek, akkor megtaláljuk azt a építészeti megoldást, vagy belső építészeti megoldást, amivel már nem is merül fel az, hogy mondjuk esetleg abban az időben nem használtak fűtőtestet egy ilyen épületben. De hogy egy ilyen vicces kép is ide kerüljön, hogy a modernizmus is alkalmas arra, hogy a saját ikonjaiból megcsinálja azt a takaró elrendezést, ez ugyanúgy egy fűtőtest burkolat, csak jelzem, ami ezt az egész reménytelenséget jól mutatja. Na de térjünk vissza erre a fény dologhoz. Most éppen így néz ki a Rácfürdő a 12 éves magára hagyottság után, de arra nagyon jó ez a, ki tudja, hogy ide került rongy, hogy látszódik, hogy nincs lefedve az opaja nyílása. A török időkben a fürdőt nappal használták. Ez azt jelenti, hogy nem merült fel azt, hogy világítani kéne. Amikor sötét van, bezárták, hazamentek az emberek. És hát tudjuk jól, hogy a fürdőnek milyen jelentősége volt a török kultúrában. Elegendő fürdőt építettek ahhoz, hogy így lehessen használni. A 2000-es évek világában ez elképzelhetetlen. Egy török fürdőbe be kell vezetni a villanyt, mert hogy este is akarnak fürdőzni az emberek, télen meg nem este is sötét van. És amit erről a barokk vártéházról mondtam, erre azért kicsit nagy képűség lett volna azt mondani, hogy hát akkor ne vezessük be a villanyt, de itt most megmutatom azt, hogy mi mit terveztünk 15 évvel ezelőtt. Mi azt javasoltuk, hogy tényleg ne legyen villany az épületben, egyrészt mert mindent szét kell vésni, hogy persze rejtetten elvezessük a villanyvezetékeket. Másrészt meg hát akkor lesznek olyan kitüntetett helyek, ahol égnek a villanyok, ahogy itt Mezős Tamás is vetítette, hát hogyha valamikor 5 karos volt egy falikar, most már 10 karos kellett, akkor stílusban megtervezzük, nincs probléma. Szóval mi úgy döntöttünk akkor, hogy akkor már létezett ez a kis tárgy, ami egy akkumulátoros lámpácska, és a török fürdő bejáratlannál lett volna 30 darab ebből, tulajdonképpen lehetne is, csak már nem működik nyilván egyik sem a 12 év alatt ezek így tönkrementek. És akkor, ha valaki bejött a fürdőbe, akkor elvitt magával egyet vagy kettőt, amennyit akart, és ott és annyi fény lenne a Rácz fürdő török kupolája alatt, amennyit az ott levők szeretnének. Hát reméljük, most éppen azzal foglalkozunk, hogy azokat a károkat felmérjük, amik ez alatt a 12 év alatt történtek, tehát hogy még talán lehet is belőle. Aztán az ember igényeinek változása magával hozta azt, hogy például a földes padló az nagyjából eltűnt az ember házaiból. Még egy ilyen alárendelt funkcióhelységből látszik, hogy itt mi lehet ez. Bár itt sincs karbantartva ez a földes padló, látszik, hogy meg kéne újítani, sározni kéne újra. De hogy egy olyan magával az anyafölddel hihetetlen intenzív kapcsolatot tartó padló szerkezet, mint ez, is eltűnik a süllyesztőben, az ember igényei szerint. Így aztán, hogyha valaki egy ilyet szeretne látni, akkor nem igen talál már egy faluban sem olyan házat, vagy hát azért biztos előfordul, de nem nagyon. Szóval ahhoz kb. Skanzenbe kell elmenni, hogy az ember láthassa, ha egyáltalán tudja, hogy mi ez. Az ember igényei másként is változnak, és itt egy olyan tényezőt is be kell hozzunk, vagy hozzak, ami nem az egyszerű kényelem, hanem az esélyegyenlőség. Az esélyegyenlőség évszázadokon keresztül nem volt meghatározó dolog, szerencsére ennek a kornak már van olyan felismerése, mint amilyen felismerés volt egyáltalán az is, hogy a házakat nem csak úgy átépítjük kényünkre, kedvünkre, hanem ezek közül mentsünk meg néhányat, amit műemléknek hívunk, hogy maradjon meg a jövő számára is. Na szóval, hogy a,
hogy az embertársaink valójában is egyenlőek, bármilyen módon születtek, vagy váltak az életük során. Bizony ez azt jelenti, hogy a felvonó az nagyon sok esetben ilyen célokat szolgál. Mégis nagyon nagy kérdés, hogy egy olyan feladatot, amit tennél a legjobb esetben a Veszprém kulturális fővárossá várásának idejére végre elkészül a végtelenül méltatlan körülmények között levő Rutner házban, az vajon azt a kontextust, amit ez a két tervezői kép mutat, vagy az egyszerű funkcionális megfelelésen túl is hordoz-e tartalmakat. Erről persze sokféleképpen lehet gondolkozni, csak reflektálva a korábbi előadásokra, úgy gondolom, hogy ahogy a műemlékvédelem nagyjáboli megszűnésének az egyik oka az volt, hogy deklaráltatott, hogy a házak egyformák, ugyanolyan építész tervezi a új házat is, mint a műemléket, tehát nincs különbség műemlék és ház között. Tehát ez a végtelenül mély gondolatnak vannak következményei, tulajdonképpen mindenre vannak következményei. Ebben az esetben én úgy gondolom, hogy természetesen érdemes lett volna elgondolkozni azon, hogy vajon az a viszony, ami itt létrejön, az új fekete vas szerkezet és a ház között, az vajon a legharmonikusabb-e. De hogyha már Veszprémnél tartunk, akkor még egy felvonót vetítenék, ami ezt az egész mostani veszprémi históriának egy érdekes nyitánya volt. Egy országos pályázaton indult a mesteriskola is, mert éppen nem volt olyan pályázat, amit a hallgatóinkkal elkészítettünk volna, és a két első díjat a mesteriskola hozta el. Az egyik csapatnak az első díjas tervét itt lehet látni. A másik csapatét, amiben nekem voltam az egyik mestere, az pedig itt lehet látni. Tehát mi a 3D-n ilyen feltűnően jeleztük, hogy tulajdonképpen ennyi is megjelenhetne a felvonóból. És érdekes volt a zsűri magabiztos döntése, hogy két első díjat kell kiosztani. És utána egyértelműen ez a változat került tovább dolgozásra. És aztán, amikor már eléggé előrehaladott állapotban volt a tervezés, akkor bedőlt az a 60-valahány milliárd forint az egyházi épületek rendbehozására, és akkor azonnal megváltozott a funkciója is ennek az épületnek, úgyhogy már nem lesz szálloda, és nem lesz felvonó sem. De most nem is ez a történeti szál az érdekes, hanem az, hogy az embernek valóban folyamatosan változnak az igényei, és ezeket az igényeket megpróbálja kielégíteni, de talán úgy gondolom, hogy miközben elég sok olyan ikonikus liftet lehet felsorolni, csak mondjuk egy példát mondok, ami Lisszabonban van, az a gyönyörű Eiffel iroda által tervezett öntött vas lift. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy nem lehet jó megoldás egy ilyen láthatóan, nagyon láthatóan elhelyezett felvonó. Az inkább a kérdés, hogy egy ilyen történeti közegben van-e szükség egy ilyen fajta hangsúlyra, új hangsúlyra. Aztán van egy másik dolog, ami az ember életében nagyon-nagyon sok mindent megváltoztatott, és ez a gépkocsi. Itt egy olyan Hold utcai házat látunk, amiről nem biztos, hogy jól emlékszem, de nekem úgy remélik, hogy az András és a Román András is írt annak idején, ugye? És ugye ez így néz ki egyébként, ahol azt lehet látni, hogy végtelen igyekezettel sikerült voltak éppen egy burleszk filmet itt megvalósítani, ami napközben sajnos így néz ki, mint ez, tehát hogy ez egy ilyen rossz tréfa, de hogyha ezt folyamatosan nyitnák, csuknák, akkor szerintem nagyon vicces lenne. Más kérdés, hogy ez egy épület.
Na hát akkor nézzük meg egy másik részét ennek a hitelesség és funkció dolognak, a befektetői oldalt. A befektető az egy olyan valakivé vált, és hát csak Magyarországról beszélek most, a befektetői szemlélettel nem lehet vitatkozni. Én úgy gondoltam, hogy pont jó lesz az, hogy kiválasztok egyetlen egy céget, és megnézzük az ő ingatlan, vagy ezeknek pontosabban nem ő, hanem ennek a cégnek az ingatlan portfólióját, és vizsgáljuk meg, műemlékekről van szó, hitelesség és funkció tekintetében. Az első legyen Meinig Arthurnak az Adria tengerhajózási RT palotája, Budapesten a Szabadság téren áll, és azt írja a saját honlapján a cég, amit itt fel is írtam, nem nagyon olvasható, tehát a szigorú műemlékvédelmi előírásoknak megfelelően, melyek egyik fő célja visszaépíteni az eredeti 1902-ben Meinig Arthur által tervezett különleges manzárd kupolát. Emellett párhuzamosan zajlanak a belső bontási folyamatok, a szerkezet megerősítés, valamint az épület alapjainak megerősítése is. Na most ez az utóbbi mondat teszi világossá, hogy itt ugye megint csak egy mázról van szó, hogy majd valamit felteszünk a tetejére, de gyakorlatilag egy jelentős kibelezésről van szó, mindent át kell építeni azért, hogy nagyjából ugyanaz legyen, mint volt. A funkcióban annyi a változás, hogy egy tengerhajózási RT az azt jelentette, hogy itt irodák voltak, és egy-két vezetői lakás. Most ebben irodák lesznek és lakások. Tehát, hogy drámaian megváltozott a funkciója az épületnek, mégis teljesen ki kell belezni, és a szigorú műemlékvédelmi előírásokra lehet hivatkozni. Nézzük meg egy másik munkájukat. Ez egészen Tarcalig kell elutazni, ez a Tarcali kúria. Nagyon-nagyon szép szövegeket lehet olvasni, ez szerencsére egy új ház, ha nem is nagyon látszik rajta, valahogy ott kinő a emelet ráépítéssel ellátott műemléképületen. Nem tudtam kihagyni, hogy ne rakjak be még egy képpárat, egyszerűen azért, mert, és akkor itt már bent vagyunk a régi házban, tehát lenyűgöző dizájn elemek és idilli hangulat 45 négyzetméteren. A kanapéval is felszerelt deluxe szoba családok számára lehet ideális választás. Tehát így néz ki egy lenyűgöző dizájn elemekkel ellátott műemléképület belülről. Változott a funkciója? Igen. Kisebb, nem egy valaki ez a ház, hanem több apartmanból áll. Szükség volt belső átalakításokra, bizonyára. De hogy egy műemléképületben ilyen legyen valami, és ezt még lenyűgöző dizájnozzuk is. Tehát ez tényleg lenyűgözően ronda. Na hát akkor menjünk tovább. Egy elég szép példája ennek a cégnek a Hotel Dorotea. Ugye a Dorottya az túl magyar kifejezés. Hotel Dorotea. Na most itt is fel kell olvasni, a kényelmes apartmanok mellett prémium minőségű éttermeknek és számos üzletnek is helyet biztosít majd. A korszerűsítés a nevesz olasz iroda, a Pierre Lissoni vezette Lissoni architektúra tervei alapján magyar szakértőkkel szoros együttműködésben zajlik. Itt nagyon jól lehet látni ezen a képen, hogy ilyen volt a Mahar székház, és hogy ilyen lesz. Messzebbről nem nagyon lehet látni, itt egy egyenes üvegfallal egészítették ki ezt a különös formájú, nem tudom, ilyen kávédaráló kupakot, amit oda sikerült varázsolni. De hogy rosszul látom az egészet, azt a következő szöveg fogja világossá tenni. A három ingatlan közül kettő nemzeti műemlékbesorolású, a harmadik futura háznak pedig a homlokzat áll helyi védelem alatt. Az egyes
korhű restaurálási feladatokhoz kapcsolódó kihívások mellett azt is figyelembe kell vennünk, hogy az épületkomplexum meghatározó részei műemlékvédelem alatt állnak, így speciális elvárásoknak és előírásoknak kell megfelelniük, hogy az építészeti örökség megóvását és értékmentését a világörökségi helyszínhez méltóan tudjuk véghez vinni. Tehát, hogy ezt teheti meg ma egy fejlesztő Budapesten, ennyi maradt a most éppen úgy nézünk be, ugye ez a Futurának a háta, tehát, hogy most a Kármán Ullmann féle Mahart székháznak a teljes kibelezését látjuk, és hogy ez lesz belőle. Tehát én értem azt, hogy el lehet érni azt, hogy megszüntetik a műemléki besorolást, mert hogy ez történt, majd a következő percben kiemelt, hogy mi a neve ezeknek? Kormányzati kiemelt beruházásra változik? Nemzetgazdaságilag kiemelté válik. De hogy akkor legalább ne legyen egy ez a duma. Tehát akkor mondjuk azt, hogy mi el tudtuk érni, hogy ne legyen műemlék. Ki volt ez a Kármán és Ullmann? Hagyjuk. Mi volt ez a Mahart? Hagyjuk. Azt csinálunk, amit akarunk. Ezt én el tudom fogadni. Mert lehet ilyen a világ. Csak akkor ne álljon itt ez a szöveg, úgy gondolom. Az a baj, hogy ezekhez a munkákhoz építészre is szükség van. És most egy irodát választottam ki ugyanígy, és egy pár házat mutatok meg, nem is az összetett. Ráadásul abszolút menő, nemzetközileg is jelzett magyar irodáról van szó. Nézzük meg az ő hozzáállásukat a hitelesség és funkció dolgához. Az első legyen az Iparművészeti Egyetem, ahol itt jobb oldalt lehet látni a Farkasdi féle szociál főhomlokzatot, és bal oldalt pedig a mostani állapotot. Itt összesen egy dolog történt, hogy a tervezési programban az szerepelt, hogy be kéne építeni a tetőteret. Az iroda erre úgy reagált, hogy ezt az egész timpanont lebontották, szépen megemelték körülbelül 70 centivel az épület magasságát, hogy beleférjen a tetőtérbeépítés, majd utána, mintha semmi se történt volna, visszarakták rá a timpanont. Hogy ki volt Farkasdi Zoltán, azt, akik ezt megtették, nagyon jól tudják. Mondjuk például valószínűleg tanította őket az egyetemen. Hogy ez a magyar építészettörténet nem legdicsőbb időszakának egy csúcs terméke, ezt is mindenki tudja. És hogy ez lett a sorsa, ez szerintem rendkívül szomorú. A belseje az szintén nagyon komoly átalakításra került, ez egy középfolyosós épület volt, ahol ezek a külös osztású lunetta ablakok voltak végig mindkét oldalon, a födémek kibontásra kerültek, és egy ilyen pulzáló tér alakult ki a belsőben, ami gondolom egy modern házban abszolút elképzelhető. De hát megint csak ott tartunk, hogy akkor miért műemlék egy ház, hogyha ezt meg lehet vele tenni. Nézzünk meg egy másik munkát. Ez a Radetzky laktanya, amelyikből irodaház, szálloda és lakóház lesz. A helyén, hát igen, ez a jó kifejezés, hogy a helyén. Ennek ugyanaz a története, műemlék volt, gyorsan le lehetett venni a műemléklistáról, és már is azt lehet csinálni, amit akarunk, és mivel a virágörökség része a dunaparti architektúra, ott megmarad ez a felnyálazott homlokzat, és végig az egész terület egy vadonatúj irodaházzal kerül lefedésre. A harmadik munkája az irodának, az csak részben az övéké, mert hogy ez a Pauzon-féle pannonhalmi bazilika. Azért tartottam fontosnak én is vetíteni, mert hogy
meg hogy betenni egy korábbi képet, hogy itt most egyértelműen arról van szó, hogy a bazilika kör úgy gondolta, hogy a mostani templom liturgiai szempontból alkalmatlan, és át kell alakítani. És itt egy nagyon fontos kérdéshez jutottunk el, hogy vajon kié is egy műemlék. Vajon az, ami egy műemlékkel az évszázadok során történt, az a fölött kinek van lehetősége dönteni. Nyilván, hogy a tulajdonosnak úgy gondoljuk, hogy van döntési jogköre, de én úgy hinném, hogy egy normális helyzetben ez a döntés erősen társadalmi kontroll alatt kéne legyen. A várról most semmit nem fogok vetíteni, de ott ugyanezt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha a vár mostani drámai átalakítása mögött közmegegyezés lenne, akkor én nekem egy szavam se lenne ellene. De nem, ugyanarról van szó, hogy a tulajdonosi helyzetben levő tudnak dönteni arról, hogy mi fog történni. Itt is ez történt gyakorlatilag. És nem csak arról van szó, hogy innen kikerült a szószék, meg ezek a színes üvegablakok, meg egyebek, hanem az, hogy ezeknek itt volt funkciója. Az, hogy ezek hol vannak most, és mi lesz velük, ezzel senki se törődik. Egyébként elég rossz híreket lehet tudni róla. És hogy vajon ez az Onyx sorozat, ami ide beépült, meddig tudja hordozni azt a új értéket, ami miatt ez a kibelezés történt. Hát ezt majd az idő válaszol erre. És mielőtt a negyedik jó példa nincset elmondanám, muszáj elővegyem a telefonomat, mert ma kaptam egy mailt, és úgy gondoltam, hogy ez annyira ideillő, hogy ezt most fel fogom olvasni. Bocsánat. Tisztelt Dévényi Tamás! A közvágóhíd területén épülő lakópark fejlesztője keresett meg minket azzal a feladattal, hogy az elbontott sarnoképületek homlokzatát kell újra felépíteni az eredetivel megegyező anyaghasználattal és tagolással. Ez összesen 4 darab homlokzat, de jelen megbízás csak az északi csarnok északi homlokzatára vonatkozik. Amire megbízást szeretnénk adni, az az eredetivel megegyező formájú és anyagú homlokzat burkolat és az ehhez tartozó másodlagos tartószerkezet kiviteli gyártmányterv szintű tervezése. Az önök által készített tervek lennének benyújtva a műemlékvédelmi hatósághoz, amire szükség van egy restaurátori szakvéleményre is, ami igazolja, hogy a tervek kielégítik az örökségvédelemre vonatkozó elvárásokat és követelményeket. Az ingatlan fejlesztője készített már terveket acélszerkezetű szerelt verzióra, amire megkapták a jóváhagyást a műemlékvédelemtől. A tervezőjük által tervezett párkányok és egyéb profilok azonban nem formahelyesek, ezeket mindenképpen az eredeti állapot és tervanyag kapcsán kell kialakítani. Rendelkezésünkre állnak a bontás előtti állapotról részletes felmérések, valamint archív levéltári anyagok, amelyek megmutatják az eredeti formákat, amiket követnünk kell. Az anyagot, amit innen lehet letölteni, kérem, annyiben érdekli önöket a munka, keressenek. Tehát, hogy itt arról volt szó, hogy volt egy védett épület, van egy nagy lakópark fejlesztés, és a tulajdonos úgy döntött, hogy a műemlékeket elbontjuk. És akkor megnézzük majd, hogy mi az, amit feltétlenül vissza kell rakni. És hát ezt, egy vas szerkezetre, amit felolvastam, tehát egyszerűen gyönyörűséges. Igen, műemléktapéta. Na, szóval, hogy van-e jó példa? Persze, hogy van jó példa. Én egyetlen egyet hoztam el, mert hogy úgy gondoltam, hogy ez bőven elég, és hogy így legalább egy ilyen optimista vége tud lenni ennek a rövid előadásnak. A hitelesség és funkció, ez a hosszú hetényi malomnak az átalakítása, amit Pelényi Margit tervezett, és a történet persze nem jól kezdődik, mert már rég elterelték a vizet,
és nem folyik át itt van a malomkerék, egy ilyen épületen belüli malomkerék volt. És hát már ez is pont abban a periódusban került, amivel Magyarországon szoktak kerülni az épületek, tehát hogy így az összedőlés határán, amikor megvette egy házaspár, és megtalálták Margitot, és ebből lett egy elég jó hely. Úgyhogy egy pár képet hoztam erről, hogy milyenné vált ez az épület, hogy mi az, ami ezen feltétlenül ki kellett cserélődjön, és látszik, hogy a legkevesebb, és hogyan válhatott ez egy olyan helyé, ami most már mindenki számára, itt jól látszik, hogy az oldalvíz csatornában mennyi víz maradt. És hogy ez egy olyan jó helyé tudott válni, amihez voltak éppen egy olyan megbízó kellett, akik számára a múlt az érték, egy olyan érték, ami a legjobban tudja szolgálni a saját céljaikat, és találtak egy olyan építészt, aki számára a múlt az múltat jelent, a jelen az jelent, és ennek megfelelően hozta létre a belső tereket. Így pontosan látszik, hogy hol, mikor, milyen hozzányúlások történtek, hogyan figyelt például ilyen részletekre. És akkor az, hogy mondjuk együtt lehet ebédelni egy malomkerékkel, azért ez nem egy mindennapos dolog, vagy például egy ilyen helyzet. Úgyhogy aki Pécs környékén jár, és nem volt még Hosszúhetényben, nagyon javaslom ide elmenni, mert hogy ez nem egy múzeum, hanem ez egy, mondjuk éppen az étteremben vagyunk. És így kapcsolódnak egymáshoz a mondjuk egy kortárs, nem tudom, ilyen hőfokszabályzó, és egy tömbfa lépcső. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm az előadást, és azt hiszem, hogy ez az egész napot, meg a fejünket is egy kicsit rendbe tette, vagy remélem, hogy megfésült bennünket. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban, vagy hozzáfűzni valója? Erzsi. Én azt szeretném hozzáfűzni, hogy ez a három előadás azt a vágyamat erősíti meg, hogy milyen jó lenne, ha az előadók azok velünk maradnának, mondjuk, hogy 2-3 napig, szóval rengeteget tanulnánk, rengeteget tapasztalnánk, és nagyon szeretném. Tehát majd egyszer talán. Nekem van. Nekem most igazi magyarázatom van, miért nem tudok itt maradni, mert hogy a vetített mezőtárkányban éppen megérkeztek a hiányzó kőkeretek, és a föld alól előszedetteket, meg a milyen hiányzók most rakják be, és muszáj látni, mi történik, hogy fontos legyen minden, úgyhogy reggel is ott voltunk, és holnap is oda megyünk, úgyhogy ezért nem tudok itt maradni. Kirándulást a nyári egyetemnek majd, ha olyan állapotban lesz. Tavaly? Akkor én arról... Ja, 19. Ja. A másik, akkor én nagyon nagy megnyugvással figyeltem az előadásodat, mert csupa olyat vetítettél, amire az ICOMOS vagy perbe ment bíróság ügybe, vagy pedig nyilatkozatot adott ki, vagy kitér, és a jó példa az meg ICOMOS díjat kapott pár évvel ezelőtt, és nagyon-nagyon örültünk neki, tehát ez csak egy kicsit önreklám volt, ami hátha kapcsolódott az előadáshoz, és én gratulálok a megbízónak, mert a lehető legjobb pillanatban küldte ezt a felkérést a vágóhiddal kapcsolatban is,
Szerintem a nagyon szép ívet adott, vagy keretet adott ennek az egész mai programnak. Én köszönöm szépen a mai előadóinknak a előadást. Én is próbálnám mindenkit rábeszélni, meg próbálnék, hogy maradjon velünk. Nem tudom, mi van a vacsorával, de ezeket a beszélgetéseket érdemes lenne folytatni, mert ahogy ránk szóltál, hogy viselkedjünk rendesen, ez a vacsorára már nem vonatkozik, tehát ott lehet ezt szabadabban is kezelni, ezt a helyzetet. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet.